Hát megérkeztem. Petőfi Sándor vagyok. Gondolom, hogy megismernek. Elnézem a megtalált rokonaim családfáit. Ők talán nem is tudják, hogy mi mindent kaptak szüleimtől. Nagyszerű a fa törzse, de én csak egy levél vagyok. Az ember nagyságát nem azt adja, hogy mit örökölt, hanem mit vállalt. És az én dédapám is ezt érdezi, hogy küldetése van, és mindennyiunknak megvan a küldetésünk, csak ezt meg kell találnunk. Figyeltem, és tudom, hogy vannak követőim a haza szeretetében, a hűségben, a kitartásban. Amit tovább tudtam adni, az a mindenkor a hazaszeretet és az itthon maradás. Nem volt nap, hogy ne került volna elő néhány történet róla, néhány úgynevezett konszentencia, amiket ő mondott. Ők az én rokonaim a 20. és 21. századból. Ezekről mi nem tudtunk, mert ezek családi titkok voltak valószínűleg. Elmér bátyámnak volt egy szó, amit mindig mondott, hogy tündérkertben éltünk. Mindig vannak még meglepetések, úgy tűnik, hogy ez egy végtelen történet.